Az árakat majd megtaláltok mindent a weboldalon, most ezzel nem mutatnál benneteket. Mire vagytok még kíváncsiak? Azt mondja, lakcím, angliai lakcím. Angliában, mivel nincs az embereknek lakcímkártya és a személyigazolványok, ezért mindenki oda költözik, ahol akar. Amikor valaki kijön át, ahol munkát vállalni, az keres egy szobát alvéletbe, amit általában rövid időn belül szokott találni. Ott kér a tulajdonos egy ilyen lakcímigazolást, azzal bemegy a bankba, megnyit egy bankszámlát. De ha már van angol jogosítvány, akkor nyilván előrébb van. Utána elmegy, megcsináltatja az NL-number számát, tehát a tévé is ki van lőve, és utána elmegy munkát keresni. Gyakorlatilag. A lakcímről bárki bármikor elköltözhet, azokat, ilyesmit, ezért nem érdekes, és nem is tartják nyilván. 70 milliós országban elég furcsán néznek ki, ha mindenki szaladgálna. Egyik héten itt lettem, másik héten ott lettem. Ráadásul az angolok, ha mondtam, valaki lent lakik Brightonba, és kap egy munkaajánlatot, hogy most nekem Manchesterbe kell mennem, akkor fogja a szokmunkát, és átköltözik. Ott béleli lakást, és ott fog dolgozni. Tehát ebből nem csinálnak itt problémák. Jogosítványban elméletileg 15 napon belül át kellene jelentened. Ehhez a laphoz, amikor ezt beadod, ehhez kapsz egy... mutatok nektek egy másikat. Ami már egy kész jogosítvány. Megtalálom nyitván. Tehát így néz ki egy kész angol jogosítvány. Így jön meg. Van egy papírforma és van a kártya. Gyakorlatilag van a cím. És hogyha bárki elköltözik, akkor itt van ezen az alsó része, az új címen. Kitöltöd, beleteszed egy borítékba, aláírod, ledátumod, visszateszed a papírba, beleteszed egy jogosítványt, feladod a postán, és egy 10 napon belül kapod az újat, az új címet. Így elég. Akkor nem vezethetsz? De. Angliában nem kell jogosítványi vezetés lesz. De szerintem Magyarországon se kell, csak itt hozzá vagyunk szokva, hogy kötelező. Hozzáteszem, Magyarországon sem kell, mint ő, mert ugye nem azzal, hogy nem tudjuk. De ha a rendőr megállít, ezt is megnéztem jogszabály szerint, a BM oldalán fent van. Ha most azt mondom, hogy bocsánat, a másik zakomba maradt. Nem büntethet meg ilyetben. 10 napon belül be kell mutassa. Most emelték a díját. Az lehet. Lehet, de jogszabály szerint még ott vagy. Azért, mert hirtelen nincs nálam. Be kell mutassam, tehát adnak le egy mutató időt. Viszont kérheted azt is, hogy kérem nézze meg a kis laptopjába, hogy nekem van érvényes jogosítványom, és annak meg 1500 forint az illetéke, ez még a BM oldalán fent van. Tehát az, hogy itt a rendőrök visszajelnek ezzel, hogy nem csinálnak, ez egy más történet, ez kvázi Magyarország, nem tudok valamit kezdeni, de Angliában lehet vezetni, nem jogosítvány kérdése. Sőt, mint több tanuló jogosítvány, mint olyan, ugye sok embernek nincs jogosítványa, de mégis szeretne angol jogosítványt. Ki lehet váltani tanuló jogosítványt címre, és azzal is lehet igazolni a címet. 10 évig lehet tanuló jogosítványnak közlekedni. 10 évig, közelteszem. De csak úgy, hogyha valaki 3 évnál régebbi tanuló jogosítványnal rendelkező, ül mellettem. Akkor csinálok. Tehát így lehet. Hogy? A lakcím igazolása az is elég. A tanuló jogosítvány is elég. Nyilván nem kötelező, hogy már legyen érvényes jogosítvány, vagy lesz. Ja, a vizsga ingyenes. És ezt mind az adóból fizetik, ahol viszont elég adóból? Uh-huh. Igen, mert mindenki befizeti. Tudod, tehát... És ott van olyan, hogy tesztankönyv, vagy? Hogy ne, bemész a könyvesboltba, veszel egy tesztankönyvet, szépen láttam, hogy van már DVD-n is, addig nézed, amíg kívülről nem vágod, csak akkor jelentkezel a vizsgára, elmész, egy ilyen számítógépes üzéke van, gondolom, hogy itt is itt van már, 100 kérdés, 3 tikkel, és azt akkor találat alapján, ha 85 nagyságot átmentél. Van egy gyakorlat, bejön már ide a oktató, mentek egy kört, ha jól vezettél, akkor átmentél. Ennyi, tehát Anglia élhetőbb ország, azt kell mondjam. Én amikor kimentem, azt hittem, hogy úgy a fejlett nyugat, meg hát Anglia meg izé. És úgy kicsit olyan érdekes volt, mert mintha visszamentem volna 70-es évek Magyarországra, tehát ilyen középkori állapotok, szőnyegpadló, hidegvíz, melegvíz külön, meg egyéb ilyen izék. Aztán lehetem, hogy hát ez nem a tradíció, tehát erről szólnak. Ha egy ház nem 500 éves, akkor az nem ház. Tehát élő példa vagyok, megköztük a lakásunkat egy ilyen kastélyszerű házikóba, egy szem lakás az első emeleten, nem nagy, egy 65 négyzetméteres.
És mondta az ügyvéd, mikor jövettük, hogy írtuk a papírokat, hogy ez egy új építésű ház. Hát mondom, nekem kívülről nem fog. Ő mondja, biztos, tehát mi számít itt újnak, érted? És akkor megkaptam az alapító okiratot, épült 1870-ben. Mondom, ez így érdekesen új. Igen, hát ennyi. Hihetetlenek, tehát nem történetek mit mondani. De onnan nézve az országot, azt mondom, hogy már Magyarország hihetetlen, hogy még itt tudtok élni. Tehát ezt kell mondjam. De azt is hozzáteszem, hogy az angolok itt éhen halnának egy hét alatt. És azt is hozzáteszem, hogy fogalmuk nincs, hogy hol van Magyarország. A nagyfiam 14 éves, tavaly, az itthon él az akszemmel, de tavaly kint volt egy évet iskolából kint. Betették a 8. általános iskolába. Ugye első nap onnan jöttél. Hát Magyarországról, és kérdeztek a tanulókról, és hol van Magyarország? Mit gondoltok, hova tették be a 8. osztályos tanulók Angliába? Nem, Kína és Japán között. Tengerben. Mondtam, ilyen király. Nagyon, tehát tudják, hogy hol vagyunk. Ezért mondtam nektek, hogy bárhol mész a világon, hogy Magyarországra jöttem, akkor oké, de hol van Magyarország? Tehát... Nem, 2000 évet kivettek. De a röpkét csak, igen. De erre van egy másik sztori, amelyik jöttem, velem esett meg, tehát ettől így megfeküdtem. Körülbelül egy hétig gondolkoztam rajta, hogy van. Körülbelül 5 évvel ezelőtt jött ki egy fiatal emberke, ahogy a ahol laktam, ott a környéken sok farm van, és ő lőápoló. Mondom, tisztán becsom a szakmáját, az is szép dolog, meg kell csinálni. De ő gyalog közlekedett, ugye, és megkért, hogy vigyem ki a farmra. Én még akkor nem nagyon beszéltem az angolt, és kimentünk a farmra, és mondja a farmer neki, hogy mondja meg a barátjának, hogy menjen lovagoljon. Hát volt ott egy pár lóút szőrén, és hát mondom, jó. És mondtam neki, hogy adjam már egyszerűs egy nyerget, vagy valamit, hát mit tudom én, hogy kell, valamit majd biztos barátcsolta le. Lefordított a sánc, és akkor a farmer vérkormány mondja, hogy nem érti, hogy minek nekem nyerek. Na, mert azt most én nem értem, hogy miért ne kéne. És akkor elkezdtünk itt beszélgetni, és akkor az a farmer vérkormány megmagyarázta nekem, hogy én magyar vagyok, én szőrén ülöm a lovat, sátorba lakok, és szia! És nem érti, hogy minek nekem a nyerek. És akkor mondtam a sásznak, hogy figyelj, világos is már felítszős nagyon urvariasan, hogy már legalább 500 éve van nálunk áram is, karcineszkénék is, kocsink is, meg úgy egyébként, hogy mi nem sátorba lakunk. És elmondta neki tök urvariasan, és tényleg. Ennyit felnőttünk. Oké, tehát Angliában még vannak ilyen, de én is jártam és néztem, hogy úristen, tehát hova keveredtem, tehát eljöttem a fejlett nyugatra, és azt tudják a Magyarországról, hogy mi még szörvényű a magat, és ott tartunk. Tehát miért csodálkozom, amikor az összes ország nincs fényben, ez még így van. Ez igaz, tehát ezt látják. De miért te csodálkozni? Hát nekem furcsa volt, tudod, hogy innen mész oda, és akkor ott mondják meg a tutit, hogy én így vagyok. Azt mondtam, hogy az így elég durva. Ettől függetlenül. Szóval vannak ilyen élményeim. Hozzáteszem még egy dolgot, amikor elmentem az a 2006-2007-ben, igen, elkezdtem ennél a cégnél dolgozni, ez egy ilyen szállodipari termékeket forgalmazó cég. Volt 1264 termékük, és raktárvezetőt kerestek, elmentem, jelentkeztem, 2 darab kis szótállal a kezembe, tudtam többet mondatot. Elmentem, jó napot kívánok, én vagyok. És mondtam neki, please show me the dictionary, mutasd meg a helyzetből. Röltek rajtam egy kurva jót, azt mondták, oké. Szó szerint kiszótáraztam, amit akart nekem mondani. Én visszaszótáraztam, amit akartam nekem mondani. És szépen elkommunikálgattam. Megkérdezték, hogy lementünk a raktárba, akkor egy kicsit így néztem nagyon. Láttam ugyan egy számítógépet, de nem értettem, hogy minek van ott az a sok stoki, tehát azok a mappák. Képzeljétek el, minden kézzel vezettek. Minden. Bejövőáru, kimenőáru, posta, kézzel. A számítógép az azért volt ott, hogy a szállító cégnek a címkéjét legyen mire kinyomtatni. Szó szerint. És az is még betársázós telefonmodemes volt. Tehát így 2007-ben így fogtam az agyam, hogy ez hogy van. És nem értettem, de így működnek az angol cég. Hozzáteszem, az a cég 2009-ben becsődölt. Azt is megmondom, hogy miért, mert jött ez a hitelválság hiszti. És az egyik nagy szállod egy 10.500 forintos számlát nem bírt kifizetni időre. A tulaj meg nem azt csinálta, hogy nem veszek árut a maradékból, vagy nem adok fizetést, vagy csökkentem, vagy bármi, hanem szépen kifizette mindig a fizetéseket, ugye nem vett árut, elindult egy negatív spirál, és a mínusz 30.000-nél járt éppen, amikor már sírt és ott a száját, hogy most mi fog történni, és be fog csődölni. Mondtam neki, figyelj, vagyunk itt hatan, összedobunk fejénként 5.000 fontot, megveszük az árut, visszaáll a rend, és akkor minden frankó. Azt így nézettem, hogy neked van 5.000 fontod? Na igen, van.
Aztán ezt nem érti, mikor ő 600 fontot keres hetente, én 240-et, ő a főnök, és neki volt 100 fontja összesen. Azt akkor hogy ég? Tehát így nem tudta hova tenni. És az angolok nincsenek ezt hozzászok, hogy tartalékai, vagy azt mondja, hogy most már hónapban nincs valami. Nekik hetente jön a fizú, és ez nekik alap. Nem tudják elképzelni, hogy mi az, hogy nincs. Tehát ilyen történet. A lényeg, hogy 2009. decemberben megszűnt ez a cég, mínusz 120 ezer fonttal, csődeljárásba, amit az állambács egyébként térített. Az utolsó 2,5 hónapot én fizetés nélkül dolgoztam le, mondtam, hogy nekem van túlélem. Állambácsi viszont kifizette, tehát karácsony előtt megkaptam egy összegbesült, még kaptam 2 heti végkielégítést is, mint olyan. És majd egy olyan másfél év, tavaly április körül összeakadtam a sales managerrel, a fél évvel előttem ugye menesztettek. Kérdezte, hogy mi van a cégem, mert hogy ő még nálam még egy-két ügyfél érdeklődik. Hát mondtam, hogy a céget becsukták, nincs semmi. Én ajánlóba kaptam egy számítógépet, mert meg akartam egy mint is van, ideig adták ingyen. Azt pont, ami lehet volt nálam raktál, ugye le volt rajta meg a sales lista. Köszönjük szépen. Azt mondja, minál érdeklődnek az ügyfelek. Hát mondom, akkor csináljuk újra a céget, mi kell hozzá. Te adod, én meg raktározom, tenni vágjuk témát. Így történt, újraépítettük, úgyhogy most van egy 30 éves működő angol cégem. Gyakorlatilag jelen pillanatban 5 termékkel, szállodaiparival, és tavaly májusban indítottak újra. Sőt, a cég régi telefonszámát sikerült megcsípnem. Ugyanazon a telephelyen vagyunk, ahol voltunk, csak nem az 5-ben, hanem a 22-ben. A cím is ugyanaz, a sales manager is ugyanaz, és mindenki happy. Plusz mellette segítek a magyaroknak. Szeretnék szívó gratulálni. Köszönöm szépen. De ezt bárki már csinálhatsz egyébként. És hozzáteszem, még mindig nem beszélem jól az angolul.